Jó estét kívánok! Politika és iskola köpenyügy, ez a mai Miért két témája. Elsőként Lázár Jánost halljuk, vele beszélgetett kollégám. Minden vidéki település potenciálisan szövetségese a kormányzatnak. Ráadásul itt olyan parlamenti képviselők vannak, régi, tapasztalt, közmegbecsülésnek örvendő parlamenti képviselők, egyben polgármesterek is, akik jó érdekérvényesítők és jó szövetségesek. Mi azt szeretnénk, hogyha egy nagyon erős vidék lenne Magyarországon, nem csak születni, hanem élni is érdemes lenne a vidéken. Nagyon sok fiatal hagyja el a vidéki térségeket. Ez nálunk különösképpen probléma a Tiszától keletre, de talán itt is van ilyen jelenség, hogy elmennek Nyugat-Európába dolgozni a fiatalok. Egy olyan kormányzati politikát kell jól megszerveznünk és megvalósítanunk elsősorban, amely vonzóvá teszi az országot, érdemes legyen itt maradni, családot alapítani, otthon teremteni, és ne kelljen elmenni. A megélhetés kényszere innen egyetlen egy fiatal se vigyen el, ezt tartom a legfontosabbnak a munkámban. Hol tartanak most ön szerint az elmúlt két év munkája alapján? Nézd, ezt nagyon nehéz megítélni, mert nagyon sok mindent tettünk. Egy elég nagy problémával küzdő országot vettünk át, egy romhalmazban kellett valamilyen szinten rendet tenni. Sok mindent elvégeztünk, de messze nem járunk a munkának még a végén. Talán a közepén, a következő két évben a meghozott változások után kell beüzemelni azokat a társadalmi rendszereket, amelyek érezhető pozitív javulásokat hozhatnak. Mindenki pontosan tudta, hogy gond van az oktatási rendszerrel, az egészségügyi rendszerrel. Megpróbáljuk úgy megváltoztatni ezeket, hogy az emberek azt érezzék, hogy jobb lett, és ne azt, hogy rosszabb. Ezek a munkafázisok most következnek. Nagyon nehéz évek ezek, hiszen 2008 óta Európa nagyon komoly gazdasági válságban van. Nyugatról kapunk a nyakunkba egy komoly gazdasági, társadalmi válságot. Az a világ, amihez mi csatlakozni akartunk, az éppen fönnállásának legnagyobb strukturális, társadalmi és politikai, valamint leginkább gazdasági válságát éli. Talpon maradni, az ország gazdasági helyzetét stabilizálni, ugyanakkor úgy változtatni, hogy Magyarország újra vonzó, versenyképes legyen, egy jó hely legyen, egy jól élhető hely legyen, ez komoly kihívás, emberes kihívás, ehhez az alsó nadrágot föl lehet kötni. Én azt hiszem, hogy vannak eredmények, vannak hiátusok, de a végső mérleget meg 2014-ben kell a választópolgároknak megvonnia. Ha az ország gazdaságilag előrébb jut, valamelyest konszolidálódik az emberek élethelyzete, az már egy komoly eredmény lenne. Ez nagyon nehéz dolog. Szerintem másokkal ellentétben Magyarországon nem demográfia deficit van, hanem szociális deficit van. A legnagyobb lemaradás a szociális körülményekben van. Én azt hiszem, hogy az a politika, hogy a nyugdíjasokat minden körülmények között megvédjük, és próbálunk nekik segíteni, nagyon helyes, de azt is látnunk kell, hogy ma az a házaspár, aki 200.000 forintot keres, és két gyereket nevel, a lét és nem lét határán neveli azt a két gyereket. Tehát én azt gondolom, a legfontosabb cél az lenne a gazdaságpolitikában, hogy aki gyereket nevel, annak a helyzete érezhetően javuljon, a többiek helyzete pedig ne romoljon. Ez egy nagyon-nagyon fontos előrelépés lenne. Én a szociális területen szeretném a legtöbb hatást gyakorolni a kormányzásra, hogy ott legyenek olyan új lépések, amelyek segítenek az embereknek. Ezért jó, hogy az ember Hódmezővásárhelyre megy haza minden nap, mert találkozik a piacon, az utcán, a valósággal. A politikusoknak nagy baja, hogy elszakadnak sokszor. Megalakult a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság, amely a mi agyszüleményünk volt, az Európai Uniós források kiosztásának a fölgyorsítása, a következő ciklus megszervezése. Csak egy példát mondok, Európai Uniós 1 milliárdot meghaladó döntések, 1 milliárd forint összeg fölötti döntések 2012. januártól júniusig született kb. 38-40 a fejlesztési ügynökség rendszerében és a kormány rendszerében. Most két hónap alatt már kb. 70 döntésen vagyunk túl. Tehát több döntést hozott 30 nap alatt a kormányzat, mint amennyit hozott az első fél évben. Az Európai Uniós források felgyorsítása, vidékre juttatása, kis- és középvállalkozók támogatása, infrastruktúrális beruházások, életkörülményeket javító beruházások és megtervezése annak az időszaknak, ahol szintén súlyos 1000 milliárdok állnak majd rendelkezésre, 14-től egészen 20-ig. Ez a Fejlesztési Kormánybizottság két olyan döntést is hozott, amely Tolna megye vállalkozóit és embereit fogja érinteni. Az egyik a 30%-os Európai Uniós önerő előleg, tehát azt értem alatta, hogy 30% előleget vehetnek igénybe a vállalkozók, amikor elkezdik a munkát, benyújtják a számlát, megkapják a 30%-os előleget. A másik pedig egy 50 milliárdos önerő alap az önkormányzatok számára, itt Tolna megyében is lehetőség lesz arra, hogy szeptember hónapban támogatást kapjanak a folyamatban lévő Európai Uniós beruházásokhoz, akár szennyvízberuházásról, akár egészségügyi intézmények rekonstrukciójáról lesz szó. A gazdasági növekedés és a nyugatról érkező gazdasági válság
nehézségeinek a leküzdése érdekében ezekre a forrásokra elengedhetetlenül szükség van. Tehát ezeket a forrásokat bele kell nyomni a gazdaságba, ezt a pénzt el kell juttatni az emberekhez, vállalkozásokhoz, közösségekhez, és akkor tudjuk kiküszöbölni azokat a nyugatról érkező negatív gazdasági hatásokat, amelyek Olaszország, Spanyolország, Portugália esetében vagy Görögország esetében csődöt jelentettek. A társadalom egy jelentős része dolgozni szeretne, de nincs hol. És a másik, hogy aki dolgozik és alacsony keresetű, az alacsony keresetéből nem tud megélni. Ez legalább akkora probléma, mint a munkanélküliség. A munkanélküliséghez át kell alakítani az oktatási rendszert, a szakképzési rendszert, hiszen miközben nagyon magas a munkanélküliek aránya, ahhoz képest munkahelyek tízezrei vannak üresen. Szekszárdon is nagyon nehéz jó villanyszerelőt találni, jó lakatos találni, vagy jó fűtésszerelőt találni az egész országban. Tehát meg kell értetni azt a fiatalokkal, hogy érdemes fizikai munkára, klasszikus szakipari munkára vállalkozni. A munkahelyteremtésnek másik nagyon fontos része, hogy a kis és középvállalkozókat hogyan tudjuk támogatni, mert Magyarországon a nagyipar, a Daimler, az Audi, a Bosch, a külföldi beruházások kiválóan működnek, hasznot termelnek, sok embert foglalkoztatnak. Nekünk azonban az volna a célunk, hogy Tolna megyében a kisvállalkozások, akik 10 fő alatt foglalkoztatnak, ők kapjanak valóban segítséget és támogatást munkahelyteremtéshez, munkahelymegőrzéshez, piacra jutáshoz, termékelőállításhoz, és ebbe az agrárium is beletartozik, amire óriási jövő várhat, hogyha jól szervezzük újra. Polgármesterként azt tanultam meg, hogy ha az ember tisztességesen dolgozik, akkor semmiféle szégyellnivalója nincsen. És azt gondolom, a polgármesteri munka nagyon alkalmas volt arra, hogy az emberekkel való közvetlen kapcsolattartás, amit minden nap igyekszem elvégezni, hogy megértsem azt, hogy az emberek kíváncsiak, nyilvánosságot szeretnének, bele szeretnének látni a dolgokból, és van egy jogos igényük arra, hogy az általuk befizetett adókat mire használja az állam. Azt szerettem volna bebizonyítani, hogy a miniszterelnökségen sok fiatal dolgozik, tehetséges fiatalok dolgoznak, az ország sorsa mégis részben az ő vállukon van, és igyekszem őket normálisan megfizetni a magyar viszonyokhoz képest. Ha én megnézem egy nyugat-európai miniszterelnökségen dolgozó kollégának a bérét és a magyar béreket, akkor természetesen nagy a különbség. De ha megnézem egy magyar munkavállaló és a miniszterelnökségen dolgozók bérét, akkor azt látom, hogy nagy a felelősség, de nagy a lehetőség is minden ott dolgozó fiatal számára. Semmi titok nincs, sem szerződésben, sem juttatásban. Mindent kell, hogy lássanak a választók, és képesek legyenek ellenőrizni. Mennyien fogják követni? Mert hogy arra buzdított a... Előbb-utóbb reményeim szerint mindenki. A sajtot biztatom, hogy kérjen ki minden minisztériumtól minden adatot és információt. A nyugatra hogy tekint a Fidesz szövetségese, vagy kerékkötője? Hát nézze, ez a Tolnai megyenapon különösen fontos kérdés, mert 1699-ben, amikor Tolna megye visszakapta az önrendelkezési jogát és lehetőségét, pont egy olyan világban voltunk, amikor a spanyol örökösödési háborúnak a kapujában álltunk, jött a Rákóczi szabadságharc, és Magyarország vívódott, hogy most önállóan, a Habsburgokkal közösen, franciákkal szövetségben, németekkel közösen, mintha semmi nem változott volna az elmúlt 300 esztendőben. Nekünk magyaroknak az a sorsunk, hogy keletről jött nép vagyunk, valahol megálltunk nyugat és kelet határán, alapvetően szeretnénk úgy élni, úgy gondolkodni, úgy cselekedni, mint a nyugatiak, de nem tudjuk a keleti gyökereinket, hatásainkat és kapcsolatrendszerünket letenni, levetkőzni, amit szerintem a hosszú távú jövő záloga is, ez a kettősség, amit akár Babics, akár Ady Endre nagyon pontosan meghatározott és meglátott erény és felelősség egyszerre. Az egy nagy gond, hogy itt Közép-Európában mindig felvetődik az a kérdés, hogy megmaradni, nem maradni, hová haladunk, mi az országunk jövője, egy süllyedő nemzet vagyunk, vagy egy emelkedő nemzet vagyunk, ez ciklikusan újra előjön. Én azt hiszem, hogy talán most egy olyan időszakba érhetünk, amikor ezekből a válságos évekből jól tudunk kikeveredni. Talán azt a példát hoznám, itt vannak a televízió nézők között idősebbek is. A háború után Magyarország viszonylag gyorsan talpra tudott állni, és a háború után volt 3-4 jó éve Magyarországnak a kommunista diktatúráig, vagy a 20-as években viszonylag gyorsan talpra tudott állni az ország. Tehát megvan az a kreativitás, innováció, szorgalom még ezekben a itt élő honfitársainkban, bennünk magyarokban, hogy meg tudjuk az országot újra szervezni és talpra tudjuk állítani. Én ebben nagyon hiszek. De természetesen ez minden generáció számára nagy kihívás. Szeretném, hogyha a 20-as, 30-asok úgy tekintenének erre az országra, mint egy lehetőségre és mint egy feladatra, és nem elhagynák a hazájukat, hanem képesek lennének itt megélni, lenne normális jövedelmük, és ugyanakkor képesek lennének a környezetüket alakítani. Sok fiatal polgármester van, települési képviselő, jegyző, városi vezető, falusi vezető, például itt Tolna megyében is.
nagy reménységei ők, szinte pártállástól függetlenül egyébként Magyarországnak. Az ön által említett reformok, például a felsőoktatásnak az átalakítása is majd számos olyan régi, betokosodott kapcsolatokat fog megbolygatni, ami hát azért a korábbi intézkedések során is megvoltak. A Fidesz mennyire engedheti ezt meg magának, illetve mennyire próbálják ezt máshogy csinálni? Nem a Fidesz kérdése. Ez az, amit sokan nem értenek, hogy az ország nem azért kell átalakítani, hogy a Fidesznek jó legyen. Magyarország elveszítette a versenyképességét az utóbbi években. Ha megnézzük Szlovákiához, Horvátországhoz, Lengyelországhoz, vagy akár Romániához képest a saját pozícióinkat, akkor ha nem változtatunk, végérvényesen lemaradunk, leszakadunk attól a nyugati világból, a világtól, amihez tartozni szeretnénk, ezért kell változtatni, ezt minden nemzetközi tanulmány világosan leírta. És az ország versenyképességének az a fokmérője, hogy az itt élő emberek mennyit tudnak. A tudással lehet gyarapítani a nemzetet. Ebben az illusztris házban talán mondhatok ilyet, hogy valóban igaza volt Széchenyinek, hogy a kiművelt emberfők mennyisége és minősége meghatározó. Ezért aztán az oktatást kell átalakítani, óvodától egészen az egyetemig. Több, jobb, versenyképesebb tudásra van szüksége mindenkinek, vagyoni helyzettől függetlenül. Ezért folyik az átalakítás. Nem azért, hogy a Fidesznek jó legyen. Természetesen vannak vámszedői a magyar oktatási rendszernek, akiknek most háttérbe kell lépniük, és az üzleti vállalkozások helyett a hátrányos helyzetű gyerekeket próbáljuk helyzetbe hozni. Műsorunk második felében egy aktuális kérdéskör, az iskola köpeny kérdése. Kinek nem köpenye, ne vegye magára? Hát ez most jelen pillanatban, ami foglalkoztatja többek közt a szülőket az iskola kezdés kapcsán, bár ez egy későbbi intézkedés tervezett, sőt arról is megy a vita, hogy szükség van-e rá, avagy sincs. Minden esetre én tisztelettel köszöntöm stúdiónkban egy igazi illetékes, Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, Kaposvári Kodály Zoltán központi általános iskola igazgatónője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kell köpeny, vagy nem kell köpeny? Igaz-e az, hogy ez ápol és eltakar, ha úgy tetszik? Hiszen nagyon sok érv, aki mellette szól, nagyon sokan azzal érvelnek, hogy igen, jó dolog, a társadalmi egyenlőtlenségeket eltünteti. Azt gondolom, hogy a köpeny nem takarja el a társadalmi egyenlőtlenségeket, és nem is feltétlen kell eltakarnunk a társadalmi egyenlőtlenségeket. A gyerekek benne élnek ebben a rendszerben, nekik tudni kell, ismerni kell, ahogy nyílik az értelmük. Meg kell tanulni, hogy milyen környezethez kell alkalmazkodniuk, hol kell nekik érvényesülniük, és ennek sajnos része a társadalmi egyenlőtlenség, amit nem eltakarni kell, hanem talán inkább kiegyenlíteni. Ezzel együtt azt gondolom a köpenyről, hogy ez egy kiváló beszédtéma. Ettől sokkal súlyosabb, komolyabb kérdései is vannak a közoktatásnak, ami pillanatnyilag egy formálódó, átalakuló rendszer. Legyen köpenye annak a közösségnek, aki azt kívánja, hogy így mutatja meg az összetartozását, és ahol pedig nem szeretnék, azt gondolom, ott ne kényszerítsük rá az uniformist senkire. Meghaladta már a kötelező uniformist korunk, a gyerekek az interneten tájékozódnak, egy új nemzedék nő föl, aki hatalmas információ tömeggel rendelkezik, és információ mennyiséget kezel. Azt gondolom, hogy a szülőknek, a közösségeknek meg kell adni azt a lehetőséget, hogy döntsék el, hogy kívánják-e, hogy iskolaköpenybe, egyenruhába járjanak a gyerekeik, vagy inkább csak az utcai viseletet szeretnék az iskolába látni. Amúgy az összetartozás jelzése most is lehetséges az általános iskolákban, hiszen hogyha megnézzük, akkor vannak ezek az úgynevezett egyenpólók, amin általában az iskola neve van feltüntetve. Ha jól tudom, akkor több helyen van ilyen, például Kaposvárott is. Nem tilos, tehát persze, ha valaki az összetartozását kívánja kifejezni egyenruhával, pólóval, köpennyel, teheti. Tehát nem egy új dolog ez az iskola köpeny kérdése. Mi még hordtuk, aztán meghaladta a kor, de most sem tilos. Én azt gondolom, hogy meg is kéne ennél maradni. Miért jó, hogyha a szülő dönt? Hiszen ez volt az érdekes, amit mondott. Mindenki próbálja egy kicsit megint a pedagógusok felé tolni ezt a szekeret, hogy ugyan már döntsék előtt, hogy adott intézménybe kell vagy nem kell, ha nem lesz egyértelmű irányadó központi szabályozás. Miért a szülőnek célszerű dönteni az ön véleménye szerint? Azt gondolom, hogy a gyerek akkor érzi komfortosan magát az iskolába, ha otthon is azt hallja, hogy jó helyre megy, és az iskola és a családi ház egyformán gondolkodik, egyformán neveli a gyereket. A szülő pénztárcáját érinti az iskola köpeny kérdése.
ahol nem engedheti meg magának a család, hogy az utcai viseleten és az egyéb felszerelésen kívül még plusz köpenyt, köpenyeket vásároljon, ugye, mert azt tisztítani is kell, és ha összekoszolódik, másnap is csak kell valamit fölhúzni. Tehát ha a család ezt nem engedheti meg magának, akkor ne érezze magát kényszerhelyzetben. Viszont ha ebben éreznék jól magukat, és biztonságban, és örömben, akkor pedig legyen. Minden esetre ez egy érdekes kérdése a közoktatásnak, de amint említette, vannak ennél azért súlyosabb problémák is. Egy most életben lépő, lépcsőzetesen bevezetendő mindennapos testnevelésről van például szó, ezt nagyon régóta rebesgette már a szakma, nem új keletű probléma, én nem is, hogy probléma, gondolat egyáltalán, viszont bizonyos évfolyamokon tették kötelezővé egyelőre azt, hogy bevezessék a mindennapos testnevelést. Mi a tapasztalat? Elkezdtük az első, az ötödik és középiskolákban a 9. évfolyamon. Egy hete már tart ez a folyamat. Azt gondolom, hogy a bevezetés az nagyon összeszedetten, nagyon rugalmasan történt. Megoldottuk azokat a problémahelyzeteket, kihívásokat, ami ezzel járt. A továbbiakban, amikor egyre több évfolyam, egyre több osztály fog belépni ebbe az amúgy hasznos tevékenységbe, akkor a személyi kérdéseket és infrastrukturális kérdéseket is fölvet. Nem feltétlen az épületet kérdezi meg, hanem labdát, tornaszőnyeget, tornazsámot, egyéb apróságokat is. Hát természetesen a hely az nagyon fontos, de mint tudjuk, udvaron is lehet mozogni, folyosón is lehet jót játszani, mozogni, megtaláljuk a megoldást, de minél több osztály kapcsolódik be a történetbe, annál körültekintőbben kell szervezni, és aztán már elengedhetetlen lesz a fejlesztés, mint humán erőforrás, mint infrastruktúra tekintetében. Ez mit jelent egyébként? Fel lehet-e mérni? Jó, nyilván lépcsőzetesen lépnek be az osztályok, és hát a következő évek első osztályai a létszámban, mint pedig egyéb dologban nagy kérdőjelet vetnek fel, de mi szükséges ezt? Kiszámolták-e, hogy a jelenlegihez képest hány százalékkal kellene növelni a testnevelők számára? Hát ahhoz, hogyha beérik a rendszer, és minden évfolyamra ki kell terjeszteni, ugye ez egy fokozatos történet lesz, akkor hány testnevelő lesz elég például bizonyos iskolákban? 2013. szeptember 1-től teljesen más módon fog történni az adott iskolában fölhasználható összóraszám. Ebbe bele kell érteni, hogy ebből a testnevelés, a tömegsport, az egyéb sportfoglalkozások is mekkora időkeretet vesznek igénybe. Aztán azt is mérlegelni kell, hogy a pillanatnyilag érvényes köznevelési törvény, a 190-es, azt mondja, hogy 55 és 65 százaléka a heti munkaidőnek a pedagógus kötelező óraszáma. Szeptemberre ki fog alakulni, hogy az 55-65 százalék az tételesen mit jelent, mert ugye ez csak egy tolik határ, amennyiben ez meg lesz, és megszámoljuk, hogy adott iskolában, adott csoportra az új szabályzó szerint hány óra használható föl, akkor ki fog derülni, hogy ez pedagógus létszámfejlesztést milyen mértékben érint. Azt gondolom, hogy a testnevelő szakos kollégákra még inkább szükség lesz, és ha úgy is tűnne, hogy a pedagógusnak több a kötelező óra száma, akkor pedig egy belső szerkezeti váltást kíván meg, testnevelő tanár többletre szeptembertől egészen biztos szükség lesz. Hogy mennyire? Azt majd még a megjelenő végrehajtási rendeletek függvényében, de addigra tudni fogjuk. Mire jó egyébként a mindennapos testnevelés? Jó, van egy hét, hogy lemérjék, de testnevelés óra eddig is volt. Tehát mire jó ez, hogyha a gyerekek valóban egy kicsit többet, másképp mozognak az általános iskolai padsorokban, vagy akár középiskolában? Annyira adódik a válasz, egészségesebbek lesznek. Aki többet mozog, aki a fizikumát karban tartja, és ez értendő a gyerekekre, annak a szellemi teljesítménye is optimalizálódik, de mint látjuk, tudjuk szülőként is, a gyerekek imádnak a számítógép előtt ülni, és ez a fajta tartás még a gerincüknek sem tesz jót, meg
az izomzatukat is másként terheli, tehát mindenképpen egy kisgyereknek mozgásra van szüksége, sok mozgásra, hogy egészséges maradjon, hogy gyerek maradjon, és hogy szellemileg is friss legyen. Ugye eddig is volt erre lehetőség, a szülők plusz külön órákra, edzésekre irathatták a csemetéket. Össze lehet-e hasonlítani ezt a kettőt? Akinek meg volt az igénye, meg a belátása, ott ez meg is történt. Ahol pedig vagy az igény, vagy a belátás maradt el, ott maradt a 3 heti testnevelés óra, esetleg egy-egy délutános tömegsport, vagy a szaladgálás az udvaron, de egy irányított, rendszeres testmozgás az mindenképpen csak hasznos a gyerekeknek. Milyen feltételek kellenek még a testnevelőkön kívül? Itt említette, hogy azért a speciális tornaeszközök azok, amiből elképzelhető, hogy hiány lesz egyes iskolákban, már feltéve, hogyha mindenki egyszerre szeretné ugyanazt az eszközt használni, de a tárház az elég széles. Jó, tehát ha megmaradunk annál a felvetésnél, hogy a mindennapos testnevelés az elsősorban a mozgás öröme, kicsi gyereknél a mozgás örömét az eszközhasználat teljesíti ki, meg a finom mozgások is azzal fejleszthetők, akkor nyilván, ha egyszerre több osztálynak szüksége van ezekre az eszközökre, ebből hiány mutatkozhat. Elsősorban labdákra gondolok, ami mindenképpen fogyóeszköz, és egy kicsit furcsán is hallatszódhat, hogy hát labda nem olyan nagy dolog az. Bizony nagy tételben, jelenlegi költségvetés mellett nagy dolog a labda is. Volt róla szó tényleg csak nagyon röviden, hogy bevezetnék az iskolában például a lovas oktatást is, tehát most azért mennek az ötletelések lévén, ahogy ön említette, egy formálódó rendszerről van szó, jelentős átalakulás előtt áll. Ugye Kaposvár ilyen szempontból félig meddig szerencsés helyzetben volna, de mit szólnának ehhez? Mi a szakmai véleménye róla? Feltétlenül ezt iskola rendszerbe iktatva szükséges megcsinálni, vagy mindenki, ahogy tudja, oldja meg? Ez egy lehetőség. A lovassport talán fölhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországnak újra oda kellene fordulni a lótenyésztés felé, akár azért, mert sport, akár másoknál fogva, meg a gyerekeknek egy természetközeli mozgásos állapotot jelent, de ezt megint nem tenném kötelezővé, mivel mindenütt ezt a fajta lehetőséget biztosítani pillanatnyilag szinte lehetetlen. A lehetőséggel kellene élni, lehetőségként, mint ahogy pillanatnyilag a kaposvári általános iskolák gyerekei korcsolyázni járnak, mert adott a jégcsarnok, mert ingyen úszhatnak, mert az önkormányzat az ingyen úszást támogatja, mert adott az úszoda. A lovasport is egy ilyenfajta lehetőség kellene, hogy legyen tömegsport szintjén, vagy akár versenyeztetés szintjén. De azt nehezen tudom elképzelni, hogy testnevelés óra rendszeresen e körül a téma körül szerveződjön. Tán nincs is annyi ló. Hogyha már itt tartunk, és azokat tartani is kell, nem biztos, hogy az általános iskolát kedvéért a jelenlegi rendszer erre képes. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hogy időt szakított ránk, és útbaigazítást kaptunk némely szakmai kérdésben, és megismerhettük a véleményét. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, ennyi fért röviden a mai Miért műsorába. További kellemes estét kívánok, és televíziózást természetesen. A viszontlátásra!